Szeretettel köszöntök mindenkit! Ez itt az Egészségmegőrzés az online tanulás idején című webináriumunk, ami rendhagyó módon, amellett, hogy a digitális eszközök használata mellett tettük le a voksunkat évekkel ezelőtt, tehát 6 évvel ezelőtt indult ugye a témahét, akkor már a digitális pedagógiai módszertanoknak a népszerűsítése miatt is indult el ez a program, ami ugye beépült azóta szervesen már a tanév rendjébe is. És hát az idei év, ahogy a tavalyi, tehát közel 1 éve tart már a járványhelyzet, a tavalyihoz hasonlóan rendkívüli helyzetbe hozta a digitális pedagógiát is, hiszen számos iskola közel most már lassan 1 éve hosszabb, rövidebb időre online tanul, és ezáltal olyan új helyzetekbe kerül, olyan új kihívások elé kerül, aminek az egyik talán legnagyobb stresszt és kihívást okozó része az a mozgásszegény életmód. Juhász Saroltát akkor köszöntöm itt a körünkben. Saroltáról pár szót mondanék majd, de mielőtt Saroltát bemutatom, akivel ma azokat a szempontokat fogjuk körbejárni, amik és gyakorlatokat, konkrét gyakorlatokat is fog mutatni. Tehát én már most elmondanám, hogy a webináriumunk úgy fog felépülni, hogy egy rövid játék után, a közös játék után Saroltát beszélgetni fogunk azokról a szempontokról, amik segítenek nekünk a stresszkezelésben az online tanulás idején, pedagógusok számára, és egy kicsit kitérünk az alsó tagozatra is majd. És ezt követően szeretnénk önöket arra, titeket arra ösztönözni, hogy mint Saroltát látjátok ott a háttérben, egy szabad tér van, tehát meg fog mutatni bizonyos gyakorlatokat, tehát ha valakinek van kedve, akkor nyugodtan próbálja ki ezeket a konkrét jó gyakorlatokat majd Saroltával, és a legvégén, ahogy Attila már jelezte, lesz arra mód, hogy nem csak a chatben, hanem élőszóban is kérdezzetek a mikrofonok bekapcsolásával, a kamerákat akkor is kérjük, hogy tartsátok kikapcsolva, illetve ha addig bármilyen kérdésetek van, azt nyugodtan írjátok be a chatbe, én figyelni fogom, és igyekszem majd Sarolta felé közvetíteni. De akkor lássuk ezt a játékot, igazából ez egy vélemény diagnosztizáló játék lesz. Arra szeretnélek majd kérni titeket, hogy most megosztom a képernyőmet, és egy Mentimeter szavazást fogtok látni. Elkezdem mondani a kódot is már is, csak elindítom. Én azt hiszem, hogy most már látjátok, ugye, a szavazás, tehát arra szeretném kérni, hogy a mobil készüléketeken, vagy pedig a számítógépen nyissatok egy új lapot, és írjátok be azt, hogy www.menti.com, és ekkor kérni fog egy kódot az alkalmazás, ebbe írjátok be itt a fent látható kódot, 547409862, és arra kérlek titeket, hogy ha ez megtörtént, akkor válaszoljatok a látható kérdésre. A tested mely részén jelenik meg a legerőteljesebben a monitor fáradtság? Itt egyet tudsz választani, az arc, torok, váll, kézujjak, has vagy gáti terület. Ezekről a területekről egyébként Sarolta, aki évek óta, tehát 25 éve foglalkozik Sarolta tehát pedagógiával, ő fejlesztő pedagógus, magyar tanár és tanító végzettségű, éveken át dolgozott hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyerekekkel, és körülbelül, de Sarolta, majd javíts ki kérlek, amikor átveszed a szót, itt 10 éve jóga oktató, és képzéseket is tart, tehát jóga oktatók képzésében is részt vesz. És a korábbi beszélgetéseink során Sarolta ezt a 6 területet jelölte meg, mint a stressz fő testpontjait, ahol ezeket észleljük, de ahogy lement a szavazás, majd a Saroltát meg fogom kérni, hogy erre a szavazásra majd reflektáljon is. Még egy pár percet várok. Egy percet, hogy hát, ha még
érkezik be, bocsánat, szavazás, szavazat, 16. De hogy látható, így, úgy tűnik, hogy most itt mindenkinek elsősorban a vállára fog, vállán jelentkezik ez a tünet. Én most köszönöm szépen, én lezárnám ezt a szavazást, meg szakítom a megosztást, és Sarolta, átadom neked a szót, jó? Hogy mesélj nekünk ezekről, kicsit beszélj arról nekünk, hogy mivel foglalkozol, hogy jutottunk ehhez eddig a beszélgetésig, és hogy miért pont ez a 6 terület jelent meg ezen a szavazáson. Én is mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök, és köszönöm, hogy válaszoltatok erre a kérdésre. Alapvetően azért ezeket a területeket jelöltem meg most, mint lehetséges stresszfaktor. Egyébként abszolút ezt számítottam rá, hogy a váll lesz a teljességgel preferált terület, és ez nagyon is rendjén van. Majd remélem, hogy magyarázatot is kaptok erre, hogy miért, és nyilván sokan tudjátok is. De alapvetően a mentális állapotunknak azért is került föl az arc, mert evidens a minden érzés, és ugye nagyon erőteljesen ebben a monitor létben amúgy is arccal vagyunk jelen, tehát valami módon viselkedünk kvázi ebbe a térbe, és ezt most leginkább az arcunkkal tesszük, illetve minden érzés, minden érzelem, ami keresztül szalad az idegrendszeren, annak van kifejeződése az arcunkba is. Tehát nagyon sokszor az arc oldásával érünk el a stresszmentesülést, de még mielőtt akkor így részleteznénk, hogy még miért is került rá a gát és a többi rész, azt hiszem, hogy fontos lenne, hogy nem a legmegszokottabb módon, de beszéljünk arról, hogy mi is az a stressz, illetve az a megközelítés, amivel én dolgozom, így a mozgás felől definiáljuk a kvázi a stresszt, hogy ti is ezt nyilván tapasztaljátok is, érzitek is, de sokszor nem tudunk vele hatékonyan mit kezdeni, illetve hát az a legkockázatosabb része, hogy olyan megszokottá válik, ugye maga a stressz definíciója is egy kvázi fennmaradó feszültség, mert az nagyon is rendjén van, hogy az élet különböző helyzeteire reagálunk, és feszítünk mentálisan is, és testileg is, akár az izmainkban is, az idegrendszerben is, de a stressz, amikor ez akkor is fennmarad, amikor az élet már nem ad olyan ingert, amire ezzel kellene válaszolnunk, tehát úgy viselkedik a testünk, mentális gondolkodási folyamataink is úgy vannak jelen, mint hogyha éppen abban az adott, most egy kicsit túlzó, de veszély állapotban lennék, vagy egy ilyen felfokozott válaszkészséget kellene mindig mutatnunk, és erre nagyon sokszor már nem is, tehát a stressz hormonálisan, idegrendszerileg befolyásol minket, ugyanakkor mégis a hétköznapjainkban kvázi egy ilyen stressz függéssel vagyunk jelen, tehát már nem észleljük így a felszínen, hogy feszültek vagyunk, de valahol mélyen ott húzódik bennünk, és folyamatosan feszültek ezek a területek. És ez egy nagyon komoly neurológiai mérések eredménye, hogy ezek a területek, amiket láthattatok a mentiméteren, ezek a területek hatványozottan erőteljesebben reagálnak arra, ha stresszbe vagyunk. A váll pedig azért lett egy ilyen nagyon is definiált teretek, amiben érzékelitek a stresszt, mert hogy az egyik legelemibb stressz reakciónk ezeket biztos ismeritek, ugye a menekülési reakciónk, amihez a kvázi antigravitációs izmainkat, mondhattuk volna akár a gáti terület volt egyébként, ami így hangsúlyosan részt vesz, viszont erre már nagyon kevéssé vagyunk tudatosak, viszont ez a területünk közel van a központhoz, ezért majd amikor gyakorlatokat végzünk, illetve a gyerekeknek a mozgásfejlesztésében is mindig a fejtől indulunk ki, hogyha emlékeztek arra, hogy biztos mindannyiótok valamilyen módon találkozott akár azzal, hogy egy kisgyerek
idegrendszeri érése során mely mozgások a legelsők, legelső ugye a fej. Fej, ugye a nyakvállal kötődik össze. Felnőtt korban is ennek a legelső, ami reagál az itt a fejbe lévő történésekre, az a váll területe. Abszolút, mint egy ilyen válfára fölakasztva, tehát rögtön fölhúzódik a vállunk, megrövidül a nyak, hogyha egy ilyen menekülő állapotba kerül az idegrendszerünk. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy amikor stresszt oldunk, tehát olyan gyakorlatokat vagy mozgásokat végzünk, akkor tényleg a legelső a váll, amivel elkezdjük kioldani, aki már volt akár olyan stressz csökkentő gyakorlásba, vagy tornaórán, akkor nagyon sokszor a váll oldása a leges-leges-legelső. És persze van egy nem új keletű, de egy nagyon nagy teret hódító anatómiai megközelítés. Ez a kötőszövetet tartja így a test egységes burkának, vagy a forma szervének is hívják, amiben gyakorlatilag beágyazott minden testrészünk, és ezen keresztül nagyon gyorsan áramlik az információ, és azok a területek, amiket felsoroltam, azok ebbe a fasziális hálóba közvetlen kapcsolódásban vannak. Tehát, hogy talán csak most ennyi elegendő erről az összefüggésről, hogy ha nézzük így a gát, medence alapot, és az arc izmait, ugye, hogyha gyűrűs izmokról biztos hallottatok, ezek a szemkörnyéki száj, gyomorszáj, tehát sok ilyen izmunk van, ezek is egységesen működnek. Tehát, hogyha bárhol feszültség keletkezik, az informálódik róla a test többi része is. Úgyhogy ez, ami így a mentiméterre került. Köszi, Sarolta. Azon gondolkodtam, ahogy beszéltél, hogy alapvetően így az online tanulással tényleg egy olyan helyzetbe kerültünk, ahol egyrészt a diákjaink is, akár a nagyon kicsik, tehát akik alapvetően hatalmas mozgási igényel vannak jelen, ezért is választottuk ugye ezt a célcsoportot a mai webináriumon, hiszen egy kamasznak is nagyon nehéz az online jelenlét, de egész másképp jelenik meg, hiszen van egy élettani tunyaság bennük, tehát kevésbé érzik ezt a monitor előtt való jelenlétet ebben a formában tehernek, míg mondjuk az én kislányom szerintem itt több is valószínűleg úgy vagyunk jelen, hogy nem csak szakember, tehát nem csak pedagógusként, hanem szülőként is próbálunk ebben az egyébként tényleg egyre megterhelőbb harmadik hullámban jelen lenni. És az jutott eszembe, hogy a stresszről beszéltél, hogy ugye a stressz fogalmával valóban találkoztunk akkor is, amikor jelenléti oktatás zajlott, de hogy most a jelen pillanatban maga az a bizonytalanság, amiben eleve a társadalom benne él napi szinten. Emellett ugye egy tényleg nagyon mozgásszegény életmód zajlik, valószínűleg a jelenlévők közül, hiszen most, amikor kicsit ki akarunk kapcsolódni, és az egészségmegőrzésről akarunk beszélni, paradox módon most is a képernyő elé kényszerülünk a járvány miatt. Tehát azt szeretném tőled kérdezni, hogy ha ugye elsősorban, ha anyukaként vagy pedagógusként én jól vagyok, akkor jobban vagyok, akkor valószínűleg az otthoni környezetem is jobban van, hiszen most a munka meg a család ez egy helyen van. Tehát az összes konfliktusunk, frusztrációnk ez most egy térben jelenik meg, valószínűleg fokozva ezt a stresszt, amiről eddig beszéltél. Tehát mit gondolsz, hogy ha itt egy ilyen válfókusz jelenik meg, hogy mik azok az alapvető szempontok, amik esetleg akár egy 5 perc erejéig, mert nyilvánvalóan nem most fogunk, nem tudom, jogikká sem válni, meg, tehát hogy valószínűleg nagyon nehéz bármit berepréselni a napunkba. Tehát én azt gondolom, hogy az önmagunkra szánt idő az, ami szintén fogytán van és idegörlővé teszi a napokat. De hogy mi az, ami mégis segíthet akár egy 5 perc erejéig, óratartás közben is, vagy előtte, vagy nem tudom, ami kicsit kiszed minket ebből a zártságból, meg ebből a feszültség állapotból. Most elsősorban a felnőttekre gondolok.
Felnőttekre, de én ide abszolút az alsó tagozatosakat is ilyen nagyon egységesen azt mondanám, hogy a kvázi az idegrendszernek egy stabilitását biztosító közös harmonikus állapot, azt egy szóval azt mondanám, hogy a biztonság. Tehát egy kisgyerek idegrendszeri fejlődésének a legalapvetőbb feltétele az, hogy biztonságban van. És persze ezzel most egy jó nagy nehézséget mondtam, mert hogy hogyan tudjuk pont ebbe a nehéz helyzetbe. És nagyon egyszerűen, amikor már megkértelek titeket, hogy a Mentiméteren nézzétek meg, hogy hol van a ti reaktív teretek a stresszre, vagy hol érzékelitek, tehát hol van még az a visszacsatolás, ahol reagál a testet kvázi nyaktól lefelé, akkor már egy csellel arra kértelek, hogy magadra figyelj, bár itt vagyunk együtt egy térben, így a figyelmünkkel, de hogy közben a biztonságot az adja meg, hogy te magadra vagy kénytelen figyelni, és a gyerekeknek is nagyon sok olyan szempontot adunk, vagy olyan feladatot, amiben nem azt kérjük, hogy most a monitort nézze, hanem akár nézzen el tőle, vagy akár most egy pillanatra csukd be a szemed, és úgy érzékeld a testeret, vagy éppen nyisd ki, de ne nézz a monitorra, hanem rebbenő figyelemmel, most nézz körbe a szobádba, és akár tényleg meg is tehetitek ezt, hogy hallgattok engem, tehát nagyon nagy vevőcsatornánk ugye az auditív, és hagyatkozhatunk erre, és persze jó, ha sok csatornán tudjuk kvázi stimulálni a gyerekeinket, az a legépítőbb, de hogy megkérhetjük őt, hogy lépjenek ki, vagy maga az, hogy mozgásban maradunk mi is, amikor tanítunk, talán ez a legfontosabb, hogy biztos vagyok benne, hogy mindannyian, akik kvázi élőbe tanítottatok, nagyon minimális az az idő, amit akár a tanári asztalnál ülve töltesz el, főleg alsós gyerekek között, és hogy ehhez képest meg most arra kényszerülünk, hogy egy zártabb térbe, egy szűkebb csatornán adjuk át az információt, és hogy akár biztatnálak arra, hogy olyan magas polcra is tegyétek föl a gépet, ahol akár állva is, hiszen megszokott volt számodra, hogy állva tanítottál, és hogy ez egy nagyon otthonos millió, akár kilépesz, nagyon fontos a gyerekek számára, hogy nem csak kvázi, ahogy most láttok, majd aztán később remélem láttok így nagyobb kivágásba is, de hogy láthatnak titeket a teljes valótokba, tehát a teljes testbeszédeteket láthatja, és nem csak a mimikai munkátokat, és te is közben akár a testeddel is beszélsz, mint hogy én is most így gesztikulálok szándékosan, tehát hogy észlelik ezeket a testi jeleket is, mert hogy lehet, hogy kevésbé jól látható az, hogy az arcommal mit mondok, viszont az egész test tud beszélni, és számotokra is sokkal az egész testetek, tehát hogy tényleg amit így, ha általánosan mondanék a biztonság mellett, az, hogy maradj aktív. Tehát hogy mozdulj ki, állj föl, ne ragadj bele a székbe, hanem, és persze tudom, hogy sokszor reagálni kell, írni kell, de hogy amikor lehet, ha csak a tekinteteddel már az is csodálatos, tehát egy ilyen, a gyerekeknek azt szoktuk mondani, hogy egy ilyen pillangó gyakorlat, tehát most egy picit akár lehet felelős is, hogyha ilyen kooperatív technikát alkalmaznánk, hogy valakit megkérünk, hogy figyelje az időt, és 10 percenként mindenképp szóljon, hogy most ne nézzünk a monitorra, hanem rebbenő tekintette, de akár feladatot is adhatunk, hogy most nézz körbe, hát jól ismered a szobádat, és keres olyan tárgyakat, ami éppen aktuálisan összeköthető a tananyaggal, amit végzünk. Mi magunk is maradjunk mozgásba, és úgy lépjünk ki a és én magam is, én már több ideje, tehát már 5 éve vagyok így az online térben tanításban, hogy én magam is észreveszem, hogy a tartásom megváltozik, amikor így tanítok. Tehát én is próbálom magam így ebbe a térbe behúzni és besűríteni, hogy minél
komfortosabban, vagy tényleg ebbe a térbe jusson be ez az információ, de közben azt is érzékelem, hogyha elfeledkezem a tartásomról, tehát például egy nagyon nagy rendező elv, hogy a figyelmünket arra irányítjuk, hogy most például hogy ülsz, arra kérlek benneteket, hogy figyeld meg azt, hogy a lábad hogy helyezkedik el, akár kényelmesen ülsz már a fotelodba, ugye már nyilván így a nap végén, hogyan támasztod meg a derekad, a hátad, hol helyezkedik el a vállad, a vállcsúcs, a test középvonalához képest előre helyezkedik el, hátra, vagy középtájékon, és amikor ezt elkezded figyelni, és úgy beigazítod egy ilyen szimmetrikus helyzetbe a jobb bal oldaladat, a test előső és hátulsó részét, majd ezt egy picit meg fogjuk nézni a gyakorlatban, hogy tehát amikor elkezdem figyelni a saját tartásomat, akkor az már egy ilyen korrekciós munkát is indít el a testembe. És amikor ezt a, mert hogy mindannyiunknak van egy alap tudása arról, a testünk tudja azt, hogy érzi jól magát, és ez nagyon is egybe van a mentális állapotunkkal, és amikor egy ilyen rendező, korrekciós tartásjavítást végzünk, akkor a belső szervek is sokkal összehangoltabban, harmonikusabban, egy szabadabb térben. De most csak egy nagyon egyszerűt mondok, hogy így ülök a gép előtt, akkor az nyilvánvalóan a légzésem vitelkapacitását csökkenti, bezáródik a mellkasi tér, és abban a pillanatban, hogy kinyújtom magam, és tényleg igyekszem figyelni arra, hogy egy arányos, nyitott mellkasú tartásban, szabad hasi térrel tudjak ülni a gép előtt, már is, mint egy tényleg levegőt adok a testemnek, hagyom dolgozni a tüdőm, a szívem, a májam, a lépem, tehát eleve a zsigeri terem is egy anatómiailag arányos, rendezett, szabad mozgású térbe kerül, holott csak annyit tettem, hogy kihúztam magam, ahogy így hétköznapi nyelven, ugye azt mondanánk egyébként anatómiailag elongálom a gerincem, tehát egy megtartom a természetes görbületeket, de mégis a lehető legoldottabb ízületi feszültségektől mentesen tartom a gerincem. A gyerekeknél nagyon fontos, hogy közben mozgásban legyenek. Az alsó tagozatos gyerekek testarányai olyanok, amiben a fej határozottan nagy a testéhez, akár a tüdejéhez képest. A felnőttek testaránya már más, tehát ülve is hosszan tudunk jó agyi vérellátással dolgozni. Nekik különösen fontos, hogy a tüdő akkor tud megfelelő mennyiségű oxigént adni az agynak, hogyha mozgásban van. Illetve a másik, mindannyiótok által biztos, hogy jól ismert technika, hogy kiabálnak. Tehát a kiabálás is egy olyan fajta izommunka, amiben tud nőni a sejtek oxigén felvevő képessége, csak hogy így mentsem a gyerekeket. De most becsukom a számat, Virág kérdez. Én arra gondoltam, hogy jutott eszembe, hogy azt mondtad, hogy maradjunk ugye aktívak, illetve a testközép ponttal foglalkozzunk, és ugye én most egyelőre én tudok kérdezni a jóság helyett, de bátran a csetben természetesen érkezhetnek közben a kérdések, hogy én amivel biztosan szembesülök napi szinten, az a légzésnek a felszínessége. Tehát akkor, amikor mozgok, amikor időt tudok szállni arra, hogy akár nyújtozzak, jogázzak, nem tudom, szabad levegőre menjek, akkor az első nagyon erős élmény mindig az, hogy iszonyúan kevés oxigén van már a fejemben, meg a testemben. És én ez a kérdés, hogy tudsz esetleg nekünk most akár így kezdésként, és utána rátérhetünk a mozgás részre is, egy olyan légző gyakorlatot mutatni, amit most így ülve akár mi el tudunk, vagy a jelenlévők el tudnak végezni. Én is figyelni fogom, csak bátran lehet itt a kamera sötétségében találkozni, ha valakinek van, jó, és nem vacsorát főz éppen.
Jó, akkor arra biztatlak, hogy akár éppen, de ez olyan mozdulat, amit vagy sora közben is végezhetsz, vagy akár sorbálva, vagy éppen a gyerekeket hallgatva, figyelve rendezed a légzésed. Ezt mi úgy hívjuk, hogy teljes légzés. Alapvetően azt a célt szolgálja, hogy pont ezt a vitálkapacitást növeljük a tüdőbe, anélkül, hogy ugye nő a kapacitás akkor, amikor futunk például, vagy egy intenzív sétában vagyunk, de ezt megtehetjük teljesen inaktív helyzetbe is, hogy elkezdjük a teljes tüdőfelületet átlélegezni a tüdőnek, három nagy régiót, amit a gyerekeknek is meg tudunk tanítani, hogy a tüdő alsó régiója, középső és felső tüdőcsúcsi rész, akár az egyik tenyeret teheted a köldököd fölé, a másik tenyered a mellkasod fölé, és egyszerűen, mint egy ilyen hullámzás, azt is szoktuk mondani a gyerekeknek, hogy egy tengeri utazáson, akár lehet a kezed a hajó, amit most megringatsz, vagy akár ha lefekszünk éppen, akkor tehetünk rá ilyen bármilyen kis játékát, amit szeretne megutaztatni, és egyszerűen csak először minden légzés azzal kezdődik, hogy megfigyeljük. Tehát anélkül, hogy beavatkoznál, csak figyeld meg, hogy a légzés mozgatja a tested. Akár konstatálhatod, hogy neked a hasfalad mozog jobban, van akinek a mellkasa, tehát attól függően, hogy hova lélegez dominánsan, és amikor ezt megfigyelted, már ez egy beavatkozás, már akkor elkezd ugyanúgy, ahogy a testtartásod, a légzésedben is elindul egy korrekciós folyamat. És most arra kérlek, hogy először a hasfalad emeld meg, majd a tüdő középső része, a bordakosság nyílik meg, és aztán a csúcs. És amikor kilélegzel, akkor először enged besüppedni a hasad, bordákat, tüdőcsúcsot. Tehát ez egy nagyon egyszerű gyakorlat, has, mellkas, tüdőcsúcs, és kilégzéssel is. Tehát kilégzéssel, belégzéssel mindig alulról ürítjük ki ennél a gyakorlatnál a tüdőt, és alulról fölfelé töltjük meg levegővel. És hogyha ezt a gyakorlatot, persze, hogyha közben szédülést éreznél, vagy bármilyen diszkomfort, akkor csak tér vissza a normál légzésedhez, és aztán újból. Ez egy nagyon jó, a légzéssel közvetlenül avatkozunk be az idegrendszer működésébe. Tehát bármilyen anomália, ezt ugye tapasztaljuk, hogy feszültek vagyunk, izgatottak, vagy éppen ilyen alulműködésben, a légzés mindig követi, és mindig adekvált a mentális testi folyamatainkhoz, és amikor tudatosan beavatkozunk a légzésünkbe, akkor egyfajta egyensúlyi állapotot hozunk létre ezzel a teljes légzéssel. Tehát akinek alacsony a vérnyomása, neki elkezd, tehát kávéhívás helyett egy tökéletes gyakorlat, vagy éppen akinek magas a vérnyomása, neki pedig úgy szabályozza, hogy csökkenti a normális szintre. Mérések szerint, és ez tényleg én magam is sokszor követtem ezt a mérést, 5-6 teljes légzéssel normalizálható akár a vérnyomás. Tehát, hogy nyilván persze ehhez kell egy rutin, hogy tényleg ki tudjuk úgy üríteni a tüdőt, itt figyelünk a kilégzés, belégzés egyensúlyára, de ez egy nagyon egyszerű gyakorlat, amit tényleg mindenkinek meleg szívvel javaslok, hogy ő maga is sajátítson el, és közben még nagyon sokat lehetne akár erről az egy légzésről, de egy légzés karaktert még azért megemlítenék, az a hasi légzés, ami pedig ugye a bélagyrendszeret, tehát az idegrendszernek nagyon kifejezett tere itt a zsigeri térben található, és amikor hasi légzéssel lélegzünk, akkor ezt a vegetatív területet feszültségmentesítjük, és nagyon sokszor a gyerekek is tapasztaljuk azt, hogy akár emésztési problémákkal, akár, tehát itt a tartáson túl ez lenne talán egy ilyen hangsúlyos rész, amit fel tudunk oldani ezzel a légzéssel. Azt hiszem, hogy így, ha nem akarok túl sokat, mert erről lehetne még sokat beszélni, viszont maradjunk az egyszerűségnél, és hogy tényleg, hogyha ezzel próbálkoztok, akkor tényleg garantáltan egy idegrendszert egyensúlyba tartó állapotba maradtok, amit talán még érdemes elmondani, hogyha naponta
egyszer eszedbe jut, hogy ezt így elvégezd ezt a gyakorlatot, akkor már nagyon sokat tettél a vér kémiájáért, az idegrendszered stabilitásáért. Ez egy tényleg egy szuper gyakorlat a nyugalmunk előállítására. Jó, Sarolta, én most arra gondoltam, hogy rátérhetünk a mozgásra. Én valószínűleg én is ki fogom kapcsolni a kamerát, és arra biztatok minden résztvevőt, hogy ha van rá lehetősége, ez ugye nem biztos, hogy adott, akkor próbálja is ki most a következő negyed órában azt a rövid gyakorlatsort, amit mozgássort, amit Sarolta most végigvezet, mint fejlesztő pedagógus és jogaoktató, és utána, amikor én bekapcsolom, majd újra visszatérek a kamerával, akkor az egy jelzés is lesz, hogy térjünk rá majd a kérdésekre. Jó, úgyhogy Sarolta, akkor én most egy picit bekapcsolom a kamerámat. Arra foglak kérni benneteket, hogy természetesen ülve is végezhetitek ezeket a gyakorlatokat, de talán szerencsés fölállni pont azért, hogy kilépjünk így ebből az ülő inaktív helyzetből. Csak egy nagyon kényelmes kis terpezbe helyezkedjetek el. Először a kezünkkel, karunkkal fogunk dolgozni. Arra kérlek benneteket, hogy csak ezt az említett váll, hogyha már ez ennyire egyértelműen a preferált stressznek kitett teretek legyen, hogy csak körözzetek jól esően a vállal. Tehát tényleg nem lehet jól, rosszul csinálni, ez egy egyszerű gyakorlat, ne törekedj egy túlfeszítésre, tényleg egy, mint egy ilyen belső simogatás, jól esően mozgasd át, és csak úgy, mint egy diagnosztizált, hogy hol, mekkora tere a mozdulatodnak, nem kell belefeszülni. Nagyokat sóhajthatsz is közben, és aztán csak lazítsd el, és figyeld az ellazulást. Ez is egy nagyon fontos része a biztonságos belső térnek a kialakításában, hogy mindig adunk figyelmet arra, hogy megérezzük, hogy mi történt a testben. Majd arra kérlek, hogy szerepelt a kéz is a mentiméteren, ugye az idegrendszerben nagyon nagy, hogyha megnézzük így az agy leosztásait, a kéz nagyon nagy területen szerepel, és csak, hogy ilyen könnyedén körözzetek a kézfejjel. És aztán körözzetek az alkarral is. Tehát egy egyszerű mozdulat, és ez tényleg akár ülve is a gép mellett is megtehetjük, hogy kimozgatjuk a kart. És aztán, amit a gyerekekkel nagyon szeretünk mozdulat, hogy egy nyolcast rajzolunk a kezünkkel. Ugye itt már haladunk az agyféltekék összehangolásához, mind a két kezeddel, mintha tükröt mutatnának egymásnak. Rajzolj egy nyolcast, és még továbbra is olyan jól eső, mozgass meg, akár így külön megmozdíthatod. Nagyon szabadon nincsen... Nem kell precízen végezned a mozdulatot, az öröm legyen benne, hogy milyen jól esül átmozgatni a kezed. És aztán kezd el ezt a nyolcast ide a törzsed mellé hozni, tehát minthogyha két oldaladon, jobb és bal oldalon állna a nyolcas, most már kilépünk a test előső teréből az oldalsó tér, és itt hátul is bemozgatjuk, kinyitjuk a mellkast, megmozdítjuk a vállat jól esően. És aztán persze indulj el visszafelé, csak hogy közben a mentális terünket is, gondolkodásunkat is aktiváljuk. Úgy tudjuk végezni ezt a mozdulatot könnyedén, szimmetrikusan, hogy összehangolódik a test jobb és bal oldala. És olyan jól esően bele domboríthatod a hátad, kinyithatod a mellkasod. És aztán az egyik kezed leteheted, és csak a másik kezeddel hullámoztasd. Most lefeküdt a nyolcas, azt szoktuk mondani a kisgyerekekkel, és végig simogatjuk a
nyolcasunkat, hogy fölébredjen, és hogyha fölébredt, akkor újból föláll. És aztán a másik kézzel. Ezek a körző mozgások beindítják a keringésen keresztül a nyirokáramlást, és aztán itt is egy fekvő. És persze játszhatunk ezzel, hogy most visszafelé, és aztán álló. És csak engedd ellazulni a karod, engedd ellazulni a vállad, csak figyeld az érzeteit. Tehát most is adunk időt arra, hogy nagyon sokszor a gyerekeknek a testterükbe való tájékozódás kevés ingert kap, és amikor így megállunk, megfigyeljük, hogy egy-egy mozdulat hol milyen érzést keltett, akkor fejleszted az ő test képét. Majd vidd a figyelmed, ugye a váll után föntről lefelé fogunk haladni, de a vállal kezdünk, mert hogy a váll helyzete nagyban meghatározza a fejhelyzetét, és hogyha nem oldottuk volna föl a vállat, úgy kezdjük el a nyakat mozgatni, akkor esetleg konzerváljuk a nyak esetleges blokkjait. Hajtsd előre a fejed, ugye nagyon erősen tónusos a nyak homorulata, és aztán nyújtózz fölfelé. Tehát fontos, hogy monitor nézésbe egy rögzített tér, nagyon sok problémát tapasztalunk, ugye már ennek diagnosztikus neve is van, SMS nyaknak hívják ezt az előre helyezett súlypontú fejhelyzetet. Nyújtózz meg el a fölfelé, és aztán szedcsont felé. Ez a legalapabb mozgás a nyaki csigolyáknak. És aztán állj meg középen, és ne arra törekedj, hogy megnyújtsd, hanem tényleg bejárod azt a teret, amit be tud járni a nyak fej. Tehát jobbra-balra mozgass meg. Ez a második. Ha azt megjegyzed, hogy a gerinc mozgásában az előre-hátra, az oldalirányú mozgás, és aztán állj meg, és a harmadik, az pedig a rotáció, akkor már mindig át tudod az összes gerinc szakaszt mozgatni. És mi még a gyakorlásban fontosnak tartjuk a légzés tudatosságot, tehát akár megfigyelheted közben a légzésed, és most egyelőre csak arra törekedj, hogy egy nyugodt, egyenletes áramlású legyen a légzésed. És aztán állj meg középen, csak figyeld a nyakérzetét, hogyha jól átmozgatod olyan, mintha egy meleg sálat vettél volna föl. És aztán haladunk lefelé, átmozgatjuk a csípőt, medencét, csak könnyedén körözz a medencével. Maradjon a térde nyújtott, és csak puhán köröz, jár be azt a teret, ami bejárható a csípőddel. Megtámaszthatod a derekat, foghatod a csípőt, majd köröz a másik irányba. És aztán állítsd meg a mozgást, támaszkodj a térd fölé, és csak hajlítsd a térded, majd nyújtsd. Tehát hajlítsd a térded, és nyújtsd ki. És aztán gördülj is a talpadon előre-hátra, tehát könnyedén gördülj a talpadon előre-hátra. Bekapcsoljuk a talpizmokat. A talp tonizáltsága alapvetően meghatározza az egész test statikáját. És aztán állítsd meg a mozdulatod, majd ez erősen a propriocepcióra építettünk, a test belső észlelésére, úgy figyeltük a mozgás érzetet. Most egy nagyon fontos, ami a távolság tartás okán is, hogy távol vagyunk egymástól, monitor előtt meg végképp nagy távolságban, ami igazán veszteségélmény a gyerekek számára az az érintés. És egy olyan gyakorlatot hoztam nektek, amit akár bármikor mi ezt a gyerekekkel kézzuhanynak hívjuk, amikor saját magunkat, mint egy
átmasszírozzuk fejtetőtől a lábujjakig. Egy kicsit dörzsöld össze a tenyered, össze is kulcsolhatod az ujjakat, a csuklót kilazítjuk, úgy görgesd a csuklót. És azáltal, hogy ő végig érinti az egész testét, így a fejtetőt kocogtasd meg. Ugye itt is nagyon fontos, hogy a kranió területet, itt is a koponya lemezek, nagyon sok feszültséget tudunk tárolni, homlokot, ugye már említettük a homlok rezdülését az érzelmeknek, akár így le is simíthatod a homlokod, arcizmokat, orcsont mellett, alsó fogint, felső állkapocs, rágóizmokba is rettentő sok feszültséget tudunk raktározni, nyaki területet, vállat, tehát végig csapkodjuk magunkat, majd belül vissza a karodon, majd másikkal, tehát mint egy zuhany. Aztán a szedcsontot, ugye alatta a thymus csecsemőmirigy, nagyon nagy szerepe van az immunrendszer egészséges működésében. Bordakossarat, hátul is a bordakossarat, derekad, körbe a hasfalad, medencéd, combod, és aztán, mintha vizet söpörnél le magadról, ugye végig söpörjük magunkat, karodat is, mellkasod, derekad, arcod, mintha megfésülködnél, és aztán csak rázla a karod, és a rázásokkal is sok feszültséget tudunk kiadni, és aztán csak engedd, úgy hagyd lúgni a karod, figyeld az érzeteid, engedd nyugodtan becsukodni a szemed, ugye most kizárjuk teljességgel a hallásunkra hagyatkozunk, illetve figyeljük azt az érintés utáni érzetet a test határoló felületén. Ez egy nagyon nagy tudás a gyerekek számára, amikor érzékeli a saját terét. Ez egy mély biztonságérzetet ad. És aztán, hogyha jól eső, sóhajts egyet. Sóhajtozás is sok feszültségtől tudunk megszabadulni. Úgyhogy bátran, amikor sóhajtasz, akkor a rekeszizom egy nagy mozgást végez, úgy kioldódik belőle a feszültség. Amikor a rekeszizom, minden légzés rekeszizom légzés, de amikor a rekeszizomnak adunk a sóhajtásokkal egy ilyen nagyobb mozgásteret, sok ott raktározott feszültségtől szabadítjuk meg. Arra kérlek benneteket, hogy most egy kényelmes ülésbe helyezkedjetek el, akár nyugodtan üljetek fotelba, vagy székre is akár, és hozd a két tenyered a mellkasod elé, majd a következő belégzésedet, tehát most összehangoljuk a légzést és a mozgást. Belégzéssel nyújtózz meg oldalra, és kilégzéssel hozd ide vissza a mellkasod elé a kezed. Tehát csak ezt az egyszerű mozdulatot végezd, mint egy harmonikáznál, úgy kitárod a karod, és visszahozod. Ja, amikor stressz ér minket, akkor nagyon erős a szándékunk, hogy úgy védjük a létfontosságú szerveinket, összehúzódik a mellkas. Amikor ezt a mozdulatot végzitek, akkor mint egy az az üzenet az idegrendszer számára, hogy most biztonságban vagy. Következő oldalra nyújtózásban maradj benne, és csak nyújtózkodj a karjaiddal oldalra, és a következő belégzéssel nyújtózz meg fölfelé, majd kilégzéssel engedd vissza a karod. Amikor légzés ritmusába végezz tovább, amikor ezt az egyszerű mozdulatot végzed, akkor kinyitod a borda közé, borda ívek közti teret,
ismét egy nagyon mély üzenetet adsz a testednek, hogy most nincsen semmi veszély, nyugalomba vagyok. Majd a következő kilégzéssel engedd le a törzs mellé a karod, fordítsd felfelé a tenyered, és belégzéssel nyújtózz meg. Kilégzéssel engedd le. Majd a következő belégzéssel nyújtózz föl, és középen lélegezz, engedd le a karod, mintha valamit tolnál lefelé. És a következő belégzéssel, ha megnyújtózkodsz fölfelé, kilégzéssel a hangot mond egész hosszan. És még egyszer utoljára. És csak lazítsd el a karod, lazítsd el a vállad, figyeld meg most a vállad érzetét, és egy kicsit mozog be magad, úgy érezd meg, hogy mi változott a testedben. Ezzel a gyakorlattal is, amikor a sziszegő hangoknál ugye erőteljesen dolgoznak a szájtéri izmok, az ott lévő feszültséget is kiadjuk, és közben ezt a balisztikus pályára állított kézmozgást végezzük. Ez nagyon-nagyon jó, egyszerű gyakorlat. Ez tényleg akár, amikor azt érzitek, hogy elfáradtak a gyerekek, vagy valamilyen feszültség keletkezik ugye a munkájukba, akkor egy tökéletes gyakorlat, hogy levezessétek ezzel a egy mozdulattal a feszültségüket. Köszönöm szépen, hogy együtt gyakoroltatok velem. Remélem, hogy hasznosak lesznek számotokra ezek az egyszerű gyakorlatok. Köszi, Sarolta. És akkor én miközben lassan-lassan rátérünk a kérdésekre, én megmutatnék egy záró infografikát, amiben összefoglaljuk az eddig elhangzottakat. Sarolta, nem tudom, te mennyire látod, nem tudom nagyítani, hogy röviden fussunk végig rajta. Tehát ugye arról beszéltünk, hogy azzal, hogy túl sokat gondolkodunk, túl keveset mozgunk, és olyan gyakorlatokat próbáltál példákat mutatni, amik nekünk tanároknak, és az akár az alsó tagozatos, vagy talán ötödik, hatodikig is talán működő gyakorlatok lehetnek. Egy három fő tanácsod volt, ugye, hogy próbáljunk meg aktívak maradni, ha más nem, legalább egy ilyen légző gyakorlat erejéig, és próbáljuk meg tudatosítani, ahogy a webináriumot is indítottuk, a stresszreaktív területeinket, és hogyha ezt tudatosítottuk, akkor utána kezdjünk el ezeket mobilizálni, az előre, hátra, oldalra, és aztán a csavart mozgásokkal, körzőmozgásokkal, lerázásokkal, és jó esetben tegyük meg azt is, ha mondjuk egy 45 perces órát tartunk, hogy akár 15-20 percenként, tehát az óra fenénél biztosan érdemes nekünk is, és a gyerekeknek is felállni, vagy akár javasoltad az álvatanítást is. És hogy teljes testen. Igen, és bocsánat, bocsáss meg, Virág, hogy közben, csak hogy, és ezt is biztos, hogy tudjátok, de más szempontból is nagyon fontos ez a váltás, vagy egy kis szünet, hogy a figyelemtartásba is tapasztaljuk, hogy ez az idő, amikor akár egy feladatra koncentrálva, biztos, hogy mi mindenkinek ott van egy ilyen elkalandozása. Tehát, hogy egyszerűen ez tényleg egy praktikus is, hogy akár feladatváltások között, vagy egy feladat közben is tartunk egy kis pihenőt, mert hogy egyébként is felnőtteknél is ez a negyedórás idő a maximum, amíg úgy olyan komfortosan egy feladatba. Biztos, hogy most is tapasztaltatok közben, hogy mozogtunk, és hogy jó volt kilépni abból, hogy most csak ülünk. Persze nyilván nem, tehát hogyha belemerülünk, természetesen annyira
áramlásban vagyunk, hogy valamiben teljesen elmerülünk, az teljesen rendben van, de hogy érdemes, tehát nem is csak azért, hanem mert egyszerűen a figyelmünk természete ilyen. Jó, és tulajdonképpen akkor elhangzott ugye a kézzuhanyt, ezt ki is próbálhattuk, a pillangó gyakorlatra visszatérünk, ugye ez az, hogy ha más nem kérjük meg akár a gyerekeket, meg mi magunk is néha nézzünk el a monitorról, tehát játszhatunk velük egy ilyet, hogy a könyvespolcon vagy a szobájában képzeljen el egy pillangót és kövesse a mozgását, járjon körbe a szobába, megpihenhet a kedvenc helyén a szobájában, tehát ezen nyilván lehet kreatívan játszani tovább. És ugye itt is megjelent a testközépvonal, és annak a jobb balagyféltekét is összekötő videgpályák frissítése, mozgatása is nagyon fontos ezeknél a pici gyerekeknél, meg hát nyilván nekünk is ezek a testközépvonal átlépő keresztező gyakorlatok, és ugye az elején kezdtük a hasamat tengerrel, tehát akár mi is megtehetjük a gyerekekkel, hogy finoman állva vagy ülve indítjuk a találkozást egy légzőgyakorlatra, és folyamatosan óvatosan állítjuk föl.